Február vége óta már költéshez készülődnek a vetési varjak. Régi fészkelőhelyeiket a Széchenyi városrészben a fakivágások ellenére több helyen visszafoglalták, sőt új kolóniákat is alapítottak a környéken. A legfőbb gondot azzal okozzák, hogy az idén már február közepén megkezdődött a fészekfoglalási időszak, ami miatt hangoskodnak, zajonganak, ez zavarja a közelükben lakókat. Előzésük ez ideig nem vezetett eredményre. A Kecskeméten költő vetési varjaknak jelenleg 4 nagyobb kolóniájuk van a városban, és a költőpárok létszáma 180-200 körüli. Napközben többségük a város körül gyűjt táplálékot, de estére visszatérnek a fészkekhez. Jelenleg a régebb óta birtokolt Széchenyi városi költőhelyiken, az aradi vértanúk terénél már folyik a párválasztás és a vetélkedés a fészkek birtoklásáért. Jó idő esetén az április elejére kikelő fiókákat kiröpülésükig itt etetik. Távozásuk május elejére várható. Ekkor újra elcsendesedik a fészek telepei környéke. A varjak egyébként 2007 óta védelem alatt állnak, 10 000 forint értékkel, ezért pusztításuk, előzésük tiltott.